Hatodik éve már, hogy az adóhivatal kérés nélkül elkészíti a magánszemélyek bevallási tervezetét. Ez március 15-től lesz elérhető elektronikus felületen, de kérhető postán is. Aki nem ért egyet a tervezettel, módosíthatja, kiegészítheti azt, vagy beadhat saját bevallást, mondta el nemrég Szolgáltatók magazinja című műsorunkban a NAV Vas megyei sajtóreferense. Ez a bevallási tervezet, ez tartalmazza a kifizetőktől, munkáltatóktól érkező adatszolgáltatások alapján a tavalyi évben megszerzett jövedelmét az adózónak, illetve a jövedelmet terhelő adót, a levont adóelőleget, és ha volt évközben érvényesített adókedvezmény, akkor ezt is tartalmazza. Akinek nem kell módosítani, illetve nincsen olyan jövedelme, ami nem kifizetőtől származik, nincsen olyan kedvezménye, amit nem vett igénybe, de megilletné őt, akkor így, ahogy elhangzott, valóban nincs is teendője, és az ő tervezete automatikusan bevallássá válik. Időközben befejeződött a 2021. évi SZJ a visszatérítések kiutalása a családi adókedvezményre jogosult adóköteles jövedelemmel rendelkezők számára. Sok adózó jelezte, hogy nem kapta meg az összeget, ami jogosultsági problémák vagy ellentmondások miatt történhetett így. Akinek jár, az semmiképp sem marad le a visszautalásról. Aki valóban jogosult, mindenképp a bevallásába kell, hogy ezt szerepeltesse. A végső határideje a bevallás benyújtásának május 20. Az a lényeg, hogy addig ezt nézze át, és hogyha ő jogosult rá, de nem került bele a bevallásába, bevallási tervezetébe se, akkor ezt mindenképp tegye meg. Egyébként sok adózó jelezte, hogy nem kapta meg. Itt általában azért vagy a jogosultsággal voltak problémák. Tavaly óta nem az önkormányzatok, hanem a Nemzeti Adó és Vámhivatal szedi be a gépjárműadót. Ezekben a napokban postázzák az értesítőket. Az első részletet március 15-éig, a másodikat szeptember 15-éig kell megfizetniük az autó tulajdonosoknak.